Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskolában az alsó tagozatosok farsangi rendezvénye lesz. Kolléganőmmel, Feketéné Párkányi Évával már évek óta együtt vezetjük ezt a karnevált a kicsiknek. Elsősorban itt arról szól a dolog, hogy hogyan, milyen jelmezeket öltenek a gyerekek magukra. A szülők nagyon sokat segítenek, nagyon ötletes, nagyon szép jelmezek készülnek, és nagyon élvezik a gyerekek ezt az igazi iskolai bulit. Kölcsönzőkből kölcsönöznek jelmezt. Aztán meg az is nagyon jó, amikor ugye otthonról hozzák el, amit otthon találnak, valami jellegzetes cipőt, nadrágot, csapkát, és akkor ezzel öltöznek be. Nagyon kreatívan így is ők is. A dekorációt viszont, amit a hátunk mögött látható, azt a gyerekek készítették évek óta, hát mondhatni évtizedek óta, Pahocsa Margit kolléganőnk vezérletével. Ők készítették ezeket az állarcokat, és ők is készítették ezt a dekorációt. Tehát ez kimondottan gyerekmunka, amit a hátunk mögött van, és minden évben más, és minden évben nagyon ötletes. Jelmezversenyt nem szoktunk tartani, az is hagyományiskolánkban, hogy zsákba macskát vásárolhatnak a gyerekek, az sokkal élvezetesebb, mert a versenyhelyzetet ők még elég nehezen kezelik. Régóta hagyomány az is nálunk, hogy a felvonuló, a felsorakozó jelmezesek után ugye van egy picike szünet, amikor lehet venni a zsákba macskát, lehet használni, és hál' Istennek használják is a büfét, vásárolnak a gyerekek, és utána pedig fegyelmezetten, illetve hát rendezetten táncolunk együtt a gyerekekkel. Mert ez sokkal jobb, így akkor nem rendetlenkedés van, hanem együtt táncolunk és játszunk a gyerekekkel. És ezt nagyon élvezik, sokszor a szülők is beállnak, igen, meg hát mi persze tanítóink is táncolunk velük. Előre jobb kezedet, utána hátra, előre jobb kezedet, utána rázzad, utána ugi-bugi, utána forgás, tapsolj egyet. Családommal, kislányom Zsófiával, most első A-osztályos kisfiunkat is elhoztuk, aki a szovodás, neki is most volt farsangi a napokban. Kislányunk Törpilla volt, én először láttam ilyen farsangot, mert még csak elsős a gyerek, de nagyon-nagyon tetszett. Az óvodában már megnéztük a farsangot a gyerekkel, ő Ludas Matyi volt. Délután lesz a felsősökig. Fél öttől hétig, igen, de az egy más jellegű buli. Ott már közös jelmezekkel, tehát ilyen csoportos jelmezekkel készülnek, mert a nagyoknak az inkább buli, hogy közösen együtt készülnek tánccal. Nagyon nívós produkciók szoktak ilyenkor születni, tehát ez egy más jellegű. Ott én úgy tudom, hogy verseny is szokott lenni a nagyoknál, a kicsiknél még nem. Mi itt a buliba kedves társammal, Sándorral csináljuk a technikai részleget. Én leszek ma a műsorvezető, ő pedig többnyire inkább a pultban fog állni. Ő szolgáltatja a zenéket, illetve menet közben bemondja a fontos információkat, amiket tudni kell. Például, hogy mikor van vége, most járunk éppen a felénél, és teljes mértékben a technikát ő csinálja. Én pedig igazából levezetem a műsort, és onnantól kezdve már ketten csináljuk. Ez olyan fele idő. Míg lemegy a műsor, utána pedig már ketten csináljuk, vagy akár többen is, mert most momentán négyen vagyunk, és már négyen csináljuk. Minden évben egyre jobbnál jobbak a jelmezek, nagyon sok ötlet van, jó ötletek, táncok, műsorok mindig kreatívak.
8 éve zenélek, 4 éve tenorkürtőztem, most 4 éve dobolok. Kiskunlacázi fúvószenekarban ütőhangszeren játszom. Diák önkormányzaton volt téma, és ezt önként feltették a kérdést, hogy ki az, aki elvállalja, és igen, önként jelentkeztem. Az a helyzet, hogy nemrég jöttem ide, 2 éve. Minden évben megrendezzük ezt a farsangot. Általában jól szokott lenni a hangulat, mindig vannak fellépők. Mai program, az összes évfolyam fel fog lépni. Kb. 30 perces lesz az előadás összértékben. Aztán hát utána folytatódik a buli, megkezdjük. Utána pedig kitalálunk egy záróbeszédet. Utolsó évesek vagyunk, valamivel el kell búcsúzni az iskolától, utolsó bulitól. Nagyjából ennyi lesz a program. Cével fogok fellépni, és énekelni fogunk Ákos dalára, és az osztályképekből vágtunk össze egy videót, ami a zene alatt fog menni, miközben mi énekelünk. Igazából mi magunknak öltözünk, egy fehér pólót fogunk felvenni, amire a nevünk lesz ráírva.